lévő hegyeknek, Pilisben lévő házaknak, meg normafának, meg egyéb olyan jelzőnek a kimutatása, hogy miről nevezték el ezt, miről nevezték azt, mikor idéző, hogy itt még ez, meg az, akkor az ember tudja, igen, ez itt meg ott van, és én is zavaró voltam sokszor, amikor szóba jött, hogy itt, ezt lehet látni, meg ezt lehet látni, hol lehet, hol is van, és akkor ennek alapja, ezt odaadom magának. Jó, köszönöm szépen. Érdekes, hogy Esztergomot itt is Árpád-kori fővárosnak írják, és a neten van az, hogy Esztergom 28 ezer régész városa lettünk, egy ilyen cikk jelent meg 2 éve, és ott meg úgy van leírva, hogy Árpádok fővárosa, tehát többes számba. Igen. És mondom, hogy lehet az, hogy többes szám, miközben csak egy Árpádról tudunk. Igen. És Attilát akkor most miért nem veszik ide? Mert hogy Attila városának mondják az Esztergomi hegyet, vagy Attila hegynek, és Attila városa, és Attila a várost erős várfallal veszi körbe, körbeépíteti. De Árpád, amikor bejön Pannonia területére, utána átvonul a Dunán, és bevonul Attila király városába. Hoppá, hát akkor Attila már itt volt, akkor Árpád már nem hont foglalni jött, akkor, de viszont Attila sem hont foglalni jött, mert csak visszajött, akkor mikortól is vannak itt a magyarok? Ide figyelj! Lutherania Káron naplójában az van, hogy Érsekújvárig egy település nem volt. Annyi, hogy megetessék a lovakat, csak legelni tudta. Az embereknek nem volt mit enni. Úgyhogy gyakorlatilag a környék úgy kipusztult, hogy itt ennyi ember Esztergomban nem létezett, hogy volt valamikor, hogy nem mindent elvitték, meg elmenekültek, amit akarnak. Úgyhogy ez a város akkor ilyen 300-as létszámmal tengődött, csak nem volt több, az is fönn a várba ugye hullottak meg. Hát én minden esetre megmondom őszintén, hogy ezeknek a váraknak az élete, ez egy külön világ, ezt meg kell tudni érteni, de ezt csak azok tudják meg, hogy elképzelni. Tatár körbe vette a várat, körbe rakta, meggyújtotta a mágiát, na, minket most ki fog füstölni. Úristen, mivel úgy? Hát csak az egy nagy futunk van közében, ami lemegy ugye 42 méterre, azon főhúzni egy vödör vizet, bár két vödör jár benne. Hát az marhat, és azért hiszem el, hogy igen, és volt, hogy valahogy amelyiket Szamáráton hordták a vizet börtömlőbe, ahogy hívják a Szamárhegy környékéről, és csak így tudták átviselni a tatároknak az ostromát. Tehát... Említette azt a térképet, amin végülis, hogy valami Mária szobor állt, és akkor a tanítóképzőnek a kerítés a párhuzamos, vagy a kerítés vonalába, vagy alá esik ez, vagy a tanítóképző alatt megy át? Na most akkor hadd mondom. A családomnak az egyik ismerőse, szerintem még sem tudom a szakmát nevezni, a Recski bányának volt a főmérnöke. Tehát ők 800 méteren dolgoztak. Mikor a Recski bánya megszűnt, akkor ráállították, hogy ilyen dísztisztító berendezésekre, meg a utat. Ő csinálta a dobogók körül azt a vízát emelőtt, ami a hegyen átlott, ami majd a bánya vizet, a dologú bánya vizet, a lencse átlott Esztergomba patakba. Utána ő csinálta Esztergomba fürdőszálló alatt lévő alagútnak a mostani javítását, mert ugye hát az nem lehetett menni, abban iszak volt az a pocsék, de olyan szépen ki van csizsásítva, világítva, idegen forgalmi látványosság. De azt évente egyszer nyitják meg, arról tudok. Évente egyszer nyitják meg. Igen, na. Na jó. És hát ebben a jó emberrel én akartam beszélni, és üzentem neki, hogy jöjjön el ide,
mert ráadásul ő a végzettségét a tanítóképzőbe szerezte, ilyen bányomérnök, én nem tudom milyen, hát mondom, álljon meg a mellett. Ott tanult abban az épületben, én mit beszéltem, csak gondolom. Hát akkor csak van valami közöttel, és de nézzük már meg. És hát a szülebotját nem volt patya. És én mikor az összehívom építők, a szövetkezetét összeállítottam, hát ugye nekem a pénzhelyző akadlásig mindent ismerni kellett, hogy hol van. Lemegyek a pincébe, hát nagy asztalos üzemukhoz, nem tudták hova lakni a fűrészkot, hát leöntötték a pincébe. Úgyhogy a pincébe a fűrészkot, ilyen vasságon volt, mint tudom én, méter vasságság, vagy nagy pince, egész behúzódik a mellette lévő út alá. Hát mondtam, gyerekek, de hát ebben víz van, honnét van a víz? Nem én nem részlet, ez egy 16-tól hosszú ilyen nyakig érő gumiruhát. Sőt, még mondták, hogy hát egy gázállásot is, mert ha belőjék esetleg gázol, hát hogy nem tudom, miért. Bementem az idáig érő vízbe, a pince hátuljába, és a boltozat folytatódott tovább az út alatt. A fejem fölött dübörögtek az autók, és a túlsó oldalon a kivetelek semmiféle nyoma nincs. És én tudom, hogy a túlsó oldalon ott üzletek voltak már, és a legszélső üzlet, ahova ez a pince csatlakozhatott volna, ez egy likőrgyárosnak a eladó terme volt, na, tehát a márkás italokat ott adták az erdővére, meg ilyenek, és azt magyarázták nekem, hogy összebomba, hogy a eszenciája ennek a különös italnak ebben a pincében van helyettel, és olyan mezőségi. Fölötte volt utána még egy épület megépítve, hogy hívjáknak ilyen fa szerkezetű eladó csarnoknak. Azt is elbontottuk, akkor sem találtuk. Most csinálják a városközpontba, lebontják a zöld házat, ugye? Az a terület ott a fürdőszálló mellett, hogy fog szabadulni. Hát nem volna jó, ha tudná, hogy édesapám, élek önnék volt, így láncolott, láncéka hanyott esetben, belement egy ilyen gödörbe. De is üres felejtődni. Hát ebben belementek a pénzében egy millió ég. Nem érdekli őket, nem. Ebben nem törődnek. Tehát végeredményképpen sok olyan nyitott kérdés van, amit meg lehetne oldani, anyagilag, erkölcsileg gyorsan fogtuk, és nem reagálnak rá, nem segítenek, bizonyos mértékig, hát szóval... Hátráltatnak. Az ember úgy érzi, hogy minket leírtak már a idősebbeket, a véleményünkre nem kíváncsiak, pedig néha-néha mi is tudunk mondani dolgokat, és hát ha én most jellemezni akarnám magamat, hogy én az eltelt évek alatt én építettem, egyedüli építés voltam, aki 59 éves korában 44 éves munkaviszonnyal ment el nyugdíjba, egy 14 éves korom óta dolgoztam. És kérlek szépen, az eltelt időszak alatt egy vállalatnál dolgoztam. Én olyat nem ismertem, hogy nem tudom. Igen, tessék, csinálom. Nincs emberem, togolózom, kéz elhúzom. Nem bajnak útnak velünk. És eljöttem oda, hogy lenyugdíjaztak most már lassan, hogy hát akár is nézze. 29 éve. Mit csináltam? Én kerályáztam, festettem, faragtam. Amit még lehetett próbálni, mindenet megcsináltam. Már csak próbálok tegyem ezek a kis dobozokat. Ugye azért égettem, mert azt mondták, hogy Parkinson kórus vagyok, az belügyőzőkben van. Nem vagyok Parkinson kórus, mert aki villanytűvel ilyen munkát tud csinálni, az nem van. És kérlek szépen.
most eljutottam már odáig, hogy hát már lassan nem tudok mit kitalálni, de rájöttem arra nekem abba kell hagyni, mert már túl törül az agyam, szóval hozzányúlok, azt megsírom, de egyben is rontom, szóval én nekem már ilyen nem szabad foglalkozni. Kérem, ezelőtt, most azon most, hogy 60 évvel bementem a bibliotékába, ez a Balassa Múzeumnak az elődje, és mondom ott az igazgatónak, hogy nekem itt a családom nemesi levele, itt van a pecsétje, legyen a kedves, mondja meg, hogy ez a pecsét, ez milyen pecsét. Hát ez egy nagy tudású ember volt, mert a német múzeumokat keresve hozzá, vagy hát ránéz, kérve az első Lipót pecsétje. Amit ebben kiadtak, az Isten vizeles volt. Hát akkor írja már nekem, ez a papír, leírja, bemegyek Pestre a levéltárba, mondom a levéltárba, nekem első Lipót pecsétje. Aztán adjuk csak úgy, meditálós ember, hihetetlen az értékei. De mondtam, ide, itt a papírom, hivatalos pecsét. Tényleg? Na, készül a filmért, amit a filmet kaptam. Hát valami 70 forintot fizettem, tényleg csak a másolás. Hazajöttem, megcsináltam a pecsét. Utána bőrre megégettem a nemesi levelet. Megcsináltam a nemesi levélnek a falra a pesétyi kerülben. Minden olyan, hogy visszamentem a pesthez, azt mondta, nem tudom megcsinálni. Hagyja ott a szakmai gyűjózsák, ilyen ember kőrekülben. Tehát voltak ilyen érzékeink, most ezt én akartam elmondani körülbelül éresre, és az előbb én azt kerestem, és az a felé. Hogy hol a nemesi levelét fogalasztva, hol a első Lipótnak a